A hétvégén is folytatódott az oltás Nyíregyházán és a megyében. December végétől érkeznek újabb és újabb vakcinák a kórházba. Már háromfajta oltóanyagot használnak az orvosok. A Pfizer és a Moderna után orosz vakcinákat is kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. A Sputnikot 60 és 74 év közötti krónikus betegséggel nem rendelkezők kaphatják meg. A háziorvosoknak óriási szerepük van abban, hogy a vakcinák közötti különbségre és a vakcinák biztonságosságára felhívják a figyelmet, és ennek megfelelően tudják kiválasztani azokat a praxisukból, akik az oltásra alkalmasak. Az oltás szervezésében a háziorvosoknak rendkívüli szerepük van, hiszen a listájukból, amit a NEAC-tól minden egyes héten frissítve megkapnak, látják a regisztráltakat, ismerik a betegeiket, be tudják sorolni őket korcsoportba, illetve betegségük szerint. És így a Sputnik vakcinára is, én azt gondolom, ki tudják választani azokat, akik alkalmasak. Az egészségügyi intézmény múlt hét közepén első alkalommal 210 ampulla orosz vakcinát kapott, ez 1050 személy oltására elegendő. Szombat délelőtt egymás után hívták be az érintetteket a kórházban a különböző oltópontokra. Nagyon kedvesek és aranyosak voltak a személyzet, aki az oltást elvégezte. Tájékoztattak az oltásnak a fontosságáról. Természetesen ezt már korábban eldöntöttem, és itt az első között regisztráltam, amikor erre lehetőség volt. Úgy gondolom, hogy abszolút teljesen mindegy volt számomra, hogy melyik injekciót fogom megkapni. Azért tartottam fontosnak, mert fontos az egészségem, a családomnak az egészsége, illetve hát a környezetemnek az egészsége. Maklári Tivadar például Kisvárdáról jött Nyíregyházára az oltásért. Nem is éreztem. Természetesen őt is a saját házi orvosa értesítette. Elmúltam már 60 éves, és rajta vagyok a listán, és megkérdezte, hogy Nyíregyházára kell beutaznom, hogy vállalom-e, és a Sputnik oltóanyagot tudják biztosítani. Természetesen vállaltam. Úgy gondolom, hogy ez mindenkinek kötelessége, hogy védje magunkat és a társadalmat is, és felvettem az oltást. Semmit nem éreztem, még az sem, hogy egy szúnyogcsípés lett volna, nagyon-nagyon, és nagyon kedvesek voltak a kiszolgálók is. A tapasztalat azt mutatja, egyre nagyobb az oltási hajlandóság a lakosság körében is. A főigazgató úgy nyilatkozott, az orosz vakcina technológiailag másképpen készült, mint a Pfizer és a Moderna, de szintén biztonságos oltóanyag. Ez a vakcina adenovírus tartalmaz, ami szaporodásra nem képes, tehát nem jelent veszélyt a betegek számára. Nem tartalmazza azt a veszélyes SARS-CoV-2 vírust, ami a betegséget okozza. Az adenovírusba építik azt a genetikai állományt, ami a koronavírusnak azt a fehérjéjét megjeleníti a szervezetben, ami ellen az ellenanyag elkészül. A Sputnik vakcinának különlegessége, hogy a két oltóanyag, ami az első és a második komponens jelentik, különbözik, tehát ez kétféle adenovírus tartalmaz, ez is a biztonságát növeli ennek a vakcinának. Oltás előtt fontos, hogy a hozzájárulási nyilatkozatot és a tájékoztatót mindenki olvassa el, hiszen abban minden tudnivaló szerepel. Helyi reakciók bárkinél előfordulhatnak a vakcina felvétele után a Sputnik esetében, ahogy a többi oltóanyagnál is. Ezért a félórás megfigyelés ebben az esetben is kötelező az oltópontokon.